Én gyakorlatilag hajóra születtem, mivel fél éves korom óta járunk rendszeresen minden nyáron és hétvégén a Balatonra. Apukám már sokkal régebb óta vitorlázik, úgyhogy ő volt az ötletgazdája annak, hogy 9 éves koromban beiratott egy vitorlástáborba, ahol egyedül is kipróbálhattam magam, nem csak velük együtt, és utána szívemhez nőtt. A Balatonban az az izgalmas, hogy nagyon-nagyon sok arca van. Szóval olyat is tud produkálni, hogy nincs egész nap szél, és akkor a parton kell elfoglalnunk magunkat, de akár olyan is lehet, hogy fél óra alatt kialakul egy erős szeles vihar, amikor pedig menni kell befelé és menekülni vissza a partra. De persze van köztes állapot is, amikor pedig nagyon jól lehet rajta vitorlázni. Szerencsére a főszezonunk az nyáron van, és tavasszal kezdődik. Szóval nyáron ugye nincs iskola, akkor egész nyáron a Balatonon szoktam lenni, különösen Füreden. Viszont amikor volt időszak van, akkor külföldre szoktunk járni edzőtáborozni, főleg azért is, mert itthon nincs szél se télen, és másrésztről pedig körülmények sem adottak ahhoz, hogy itthon edzhessünk. Mi az igazán nagy kihívás ebben a sportban? Tehát mi az a képesség, amit a leginkább igényel? Tehát az, hogy valaki versenygyőztes, az mitől, az milyen adottságot jelent? Hát ez egy jó kérdés. Szerintem az alkalmazkodó képesség, hogy ki mennyire tud mentálisan helytállni, nem csak fizikálisan, ugyanis az összes versenyünk minimum 3 napos, de a világversenyeink inkább 6-7 naposak, és előtte edzések is vannak, ilyen bemelegítő edzések, szóval nagyon fontos, hogy fejben is összeszedettek legyenek a versenyzők, mert aki elfárad az utolsó napra, és azon múlik az egész, akkor az nem fog nyerni soha. Viszont aki mentálisan stabil tud maradni, végig fókuszálni tud, azokból lesznek a győztesek. Közel áll a szakma, amit szeretnék választani, pszichológiát szeretnék tanulni jövőre a Károli Gáspár Református Egyetemen, hogyha minden jól sikerül, akkor oda szeretnék menni. Hogyan kezdted el, hány éves korodban, és miért esett a választásod éppen erre a kicsit lányos sportra? Hát én 2019-ben kezdtem el, és egy ismerős ajánlotta, hogy ő sportolja ezt a sportot, és ő ajánlotta, hogy próbáljam ki. Ki is próbáltam, és bevált, és az alapján sportolom. Nagyon megtetszett. Első versenyemen elindultam, egyből jó helyezést értem el, és úgy éreztem, hogy értelme van folytatni. Csehországban volt ilyen Cseh Open, tehát cseh nyílt bajnokság, ahol mindenki indulhat, de cseh bajnokság, és ott nyertem már meg. Hogy néz ki egy napod? Minden hajnalban ezzel a sporttal kezdesz? Nem, ezzel a sporttal szombatonként szoktam leginkább edzeni, de szinte minden héten versenyem van, tehát az sok tapasztalatot ad nekem. Heti egy edzésem van, de én tollasozok is mellette, sima tollasozok, és abból meg heti 3 edzésem van, tehát így kiegyenlítik egymást. Szerintem vállalkozó szeretnék lenni, de lehet, hogy edző is leszek, azt még nem tudom. Különbözik a hagyományos tollaslabdától, hogy nincs háló, és a teniszpályának a felén játszanak a játékosok. Tehát nagyon gyorsan kell tudni futni. 5,5 méterszer 5,5 méteres a játéktér, tehát a gyorsaságra szükség van, és inkább ütőerőre. Lehet azt fölismerni, hogy valaki, aki éppen elkezdett sportolni, nagyon tehetséges lesz ebben? Sehogy. Az én szótáramban nem létezik az, hogy tehetség. Nálam csak munka van. A munkának egyszer ki kell jönnie.